Üdvözlök mindenkit itt a BGM, én Tamás vagyok, és itt van velem Ábel. Én is üdvözlök mindenkit. Ez itt újra a CMTV 3, és kereskedünk. Első kapás meg is van, 100 kort lőszert vesz, 13 ezer dollárért a csávó. Úgyhogy most le is erpézzük. Egy perc is ott jó. Berakom a csomagtartóba. Csomi van, bazd meg. Jó. Ez mit csinál, bazd meg? Nem. Vagy nem tudom. Na várjál, most... Istenem, de most... Akkor miért mondta... Tudod? Micsoda? I don't know. Kenyér. Larry Lane Martin. Fú, ismerős valahonnan. Nekem is. Ami nagyon ismerős, de honnan? Várjunk. Városháza. Jó, akkor rendben. Csapassuk. Csapatom én, csapatom, de a betartom a kreszt. Ja, nem kéne a villogot felhagyni. Tessék, úgy leerpéztem, bazd meg. Ez mi volt? Bazd meg! Bazd meg! Mi a fasz? Az milyen lag, geci? Itt vagy? Igen, itt vagyok. Állunk egy helyben, végigmentünk a házakon. Este mocskos! Te mit csinál? Engem is visszadobott. Oh my god. Én nem csinálok semmit, egyenesen megy 50-nel az úton tempomattal. Oh my fucking god. Most mi van, most merjek kiszállni? Még nem vagyunk a városházánál. De nekem be... buggolt. Nem tudok kiszállni, és egy helybe állunk az út közepén. Mi a fasz? Most mi van? Na ja, én is kiszálltam? What the f... Most itt vagyunk a plázánál, igaz? Igen. Úristen, na jól van, menjünk a városháza. Ide beírok egy OC-jelet. Ez nagyon durva volt, gyerekek. Hoppá. Fasz. Na, azt le kell elpézni. Ez atomlag volt. Hát elment. Hát figyelj, mi nem sérültünk meg, a motoros jött nekünk. Tehát az... abból most nekünk bajunk nem lesz. Sőt, nekünk koccant. Hopsz. Minusz egy kressz. Tehát mindegy, csak siess. Nem tudom, valakinek ment már neki motor. Micsoda? Nem csattan az akkorát, főleg ha csak így lekoccol. Mondom, hogy itt jó, nem menj már, bazzek, ha ennyi, akkor nekünk most végünk van. Látják, hogy jól, miből szállok ki. Az meg széttörte a fél kocsit a izé. Mindkét ajtó betört, meg ilyesmi. Hát ez nagyszerű. Letette a telefont, remélem ő az. Tommy.
Mindur. Beszéltem? Igen. Na, ez enemy. Typically. Miért az egyik legforgalmasabb helyre hívna? Nem tudom. Itt állt fel a Task Force. Mit tényleg nem tudom, miért városházán kell ezt csinálni. Közel van az enneni fogda. Nem tudom. Persze, és ezek ott mit csinálják a ladába? Ha jó van. Az lehet, hogy hülyeség volt. Amúgy. Ez oda menni lesz. Túl közel. Én borsót árulok, nem lőszert. És bejött, hogy 13 ezer dollár a borsók ára. Ennyi. Ez engem el fognak fényi, fogadjunk. Atomlag van. Eléggé. Mindenki áll az úton. Úristen, milyen lag így. Írom OC, lag, és nem írja ki. Network trouble van neked. Nekem szerintem még csak lesz, leparkolok ide, remélem a legjobbakat. Úristen, mekkora lag. Láttad, amit rádióba írtam? Láttam. És ez most really? Really? Legalábbis az előbb really volt, most nem tudom. Deráztam-e? Jó, mindegy, akkor... Jó, hát azt írtad rá, hogy követnek. Én elmegyek. Nem kockáztatok. Ez meg itt van, hogy beírt rádióba. Láttad, amit írtam? Vissza. Jó, én nem kockáztatok, ez itt rádióba beírt egy olyat. Hogy maradj a helyeden. Hát én nem kockáztatok, tehát... Elkérte, hogy maradjon ott. Mindjárt hozom a cuccot, a faszt hozom. Jó, ezt így kell gyerekek, tehát nem szabad szórakozni. Viszontlátásra. Várj, hova gyere, várj. Gyere, molló. Molló. Mondd ezt még egyszer, ha mered. Molló. Fogtam. Csáv olyat írt rádióba, hogy izé. Mindjárt mondom. Ja, azt mondtad, hogy maradj a helyeden. Maradj a helyeden. Hát mondom, jó, akkor én akkor meg elmegyek a helyemről, tehát ilyet rádióban, ez egy tipikli NNI. Viszontlátásra. Mondjuk azok valahogy mindig tudják, hogy ezért, hogy mikor kell lecsapni. Igen. Egy szót nem szólnak rádióba sehova. Ja, csak rejtés módon csak megjelennek. Na most szerintem kocsikázzunk egy kicsit. Ez most olyan mafiózós volt. Na hát akkor ez az biznisz nem jött össze, legalábbis lehet összejött volna, lehet nem. Inkább nem kockáztattunk. Ja, nem szeretjük a sünöket, szóval. Igen, de most volt. Sziasztok srácok, itt vagyunk újra. És a szomszédunk fegyvert árul nekünk. Tök jó szomszéd. Igen, látta néhányszor, hogy illegális dolgokkal foglalkozunk, de úgy látszik, ő is ilyenekben dolgozik, úgyhogy... Hát tőle már vettünk alkákat. Na várjunk. Úgyhogy igen, tehát... Mennyit adjunk érte? Két, ja, egyébként két koltot ad, 100%-os koltot árul.
két kivel érdekli? Igen, viszont lehet olcsóbb. Lehet. Úgyhogy most fegyvert vásárolunk. Mennyire szerintem mondj 15 ezeret. Mit és majd onnan alkudunk. Mondok 13 ezer. 15 szerintem. De 13 az már nagyon állja. És akkor mi van? Akkor max feljebb alkudja. Ez kövis. Igen, ilyen paraszt a terpét. És tel van ilyen régi kocsikkal. 19 ezer. Igen, például abból a sárgából. 15 ezer. Van a régi fajta sárgából, abból, ha minden igaz, 80. Ja. Szerveren. Mármint 8 darab, nem 80, hanem 8 darab. És állítólag el akarja adni, tehát őt kell keresni. Nem MG-sen, persze, de... Menjen még kicsit feljebb. 18 a max. 18 a max, kész. 100%-os koltér az úgy jó. Ja, amúgy ezt hívet teszem. Telefont elrakom. Akkor 36 ért a kettő. Akkor legyen? Igen. Permi, ránéz. Diamond. Diamondra. Mondjál valamit? Na? Van nálad, mennyi pénz van nálad? Nálam 164. Akkor adjál meg kölcsön, vagy te fizeted és akkor kifizetem neked, jó? Majd, vagy majd legközelebb izé... Én megyek üzletelni azt úgy. Ok. 406. És mennyi volt? 36? 36 ezer. 36 ezer. De várjál, még ne fizetsd, hát még ide kell, na. El fog szaladni a pénzzel. Ennyi. De nem, 10 000 felett van. Hát 10 000 felett van, ennyi. Ja. Jó, hozzá ide, itt megvárjunk. Vagy megvárjuk. A fáradt van, 40 fok. Na, vissza is ért a csávó. Igen. Na, nézzük. No, kinek adhatom? Jöjjön. Ide jött egy ember. Micsoda krumplis... krumplis zsákot nadrágjába. Megnézed? Megnézem. Mind a kettő 100%-os, vedd ki az egyiket. Na, srácok, vettünk két darab 100%-os koltot, ez kurva. Igen, jó. És kivettük a motortérből. Pontosan. Na, ez jó fogás volt szerintem. Na, itt vagyunk újra, egy csávó vesz AK-47-et, és hozzá 200 darab AK-lőszert. Diamondot hívták fel, ő hirdetett, úgyhogy most le is RP-zzük. Jó. Mennyibe? Megkérdeztem még. Tehát mennyibe? És nem tudom. Aj, most írja, hogy 46 nem lehetne. Lehetne. Hát, legyen akkor 46. Most az a 4000 nem olyan. Ja. De ezt írd le akkor, Ici. Az, az jó pénz.
Jó, van. Majd kiteszlek, és akkor hát szokásos módszer. Először a rádiót. Per mi. Ja, nekem is egy biztonsági jel. Majd ha te hallod, hogy biztonsági jel, akkor szajnál. Jól el van RP-zve minden. Csapassuk. 46 ezer dodó üti a markunkat. Ajjajjajjaj, az geci az izé pénzszállító volt, nem? Nem láttam. Azt szerintem pénzszállító volt. Nem figyeltem. Na mindegy, mi kellett volna. Jú, az nem tud ilyen gyorsan menni. Hát ki van velem az a biztos. Hát akkor mi volt az? Az? Mi volt az akkor? Én pánzol. Én mentem már pénzszállítóval. Tudod, hogy hány rendőrt zúztam be vele? Itt jó. Na. Csapassuk, gyerekek. Csapatás van. Itt egy ferka. Totál káros. És ferka? Ja, az ferka. Itt egy kuka. Te nekem kukás a melóm. Ja, én most nem fogom meg, mert hogy bebuggalom úgy. Nem tudom letenni. Jó. Kérdeznek, hogy hol tart. Kérdezzek, hogy hol tart. Kérdeztem. Na? Úton van. Mondjuk még nem ért vissza, de megnyugtatlak. Jó. Kérdeznek. Itt van a csávó. Ő az? Reteszem. Letehetem? Micsodát? Telefon. Ja, letette. Jó. Jó van, itt van. 45 ezer dollár lesz. De ugye önök nem zsekák. Ezt imádom. Az eladó sose lehet rendőr. Ja, hát az hülyén jön neki. Rendőr izé hirdeti eladó fegyvert. Én vagyok a rendőr, odaadom neked a fegyvert, aztán letartóztatnak érte. Irreális. Hozzá lét. Ezen mindig úgy ki tudok akadni. Nem baj. Miért hiszi azt mindenki, hogy az eladó rendőr? A vevő lehet rendőr, az eladó nem. Volt már rá példa amúgy. Jó, volt már rá példa, de az nagyon nagy butaság, ha ezt csinálják. Hogy mást ne mondjak rá, tehát hogy most érted, az illegális üzletelés a rendőr részéről. Benyúl zsebébe a bal meg bűncselekményre való felbújtás, tehát... $46,000. Szegény rendőrök, minket sosem kapnak el. Nem, megyek. Jön a záró. Yeah. Csapassad neki. Ja, faroltam egy 193 pontosat. Nagyszerű. Mármint annyi dollárra baszott meg a... Jó kis izé. Hova ja, mész? Túlmentem. Istenem. Hoppá. Kaja, mondom, add el azt a kocsit, nem való neked. Tényleg nem. Várjál, én kiveszem neki, mert... Nyisd ki. Jaj, gyorsan!
Most mit írtam? De jó, semmi. Faszom már, 40 fokban. Tiszta fáradt vagyok. Na, a gyerekek, megtörtént az üzlet. Megtörtént az üzlet, 46 ezer dollárt kerestünk, bassza meg a kurvét, ez lag volt? Mi? Neki mentünk a kocsinak, de mint a szar úgy neki mentünk. Igen, lag volt. Isten. Na most jössz 50 dollárral, nem kötötted be magad, most jött meg a csak. Ez van. Na, hogy a srácok, ennyi lett volna ez a rész, köszönjük, hogy megnéztétek, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és várjátok a következő videókat. Sziasztok! Sziasztok!